korábban, akkor folytassuk. Hölgyeket szétültetem, ha nem tudják, ha vagy. Tehát az kérdés volt a sok tábla. Igen, a figuráknak van jelentősége, vagy az csak díszekot? Biztos, hogy van jelentősége. Biztos, hogy van jelentősége, mert a sarktábla maga ugye 64 mező van rajta, az már önmagában is izgalmas, hogy pont 64 triplet van a biológiában, az is nagyon érdekes. Aztán ugye még ráadásul a párhuzamos univerzumon 16 párhuzamos univerzum van, meg a tükörvilága, a saját tükörvilága, az a másik 16, az 32. Ez pont a fehér mező. Van a világegyetemnek egy tükörvilága, az meg az egésznek a tükörvilága, tehát ott aztán tényleg minden fordítva, és az a tükörvilág az, amivel együtt 64 párhuzamos univerzum van. Tehát ez a tükörvilágokkal együtt. Ezért van négy főkerub a négyféle világnak, ugye? Mert van a világ meg a tükörvilág, és ott is van egy világ meg a tükörvilág, de ott a tükörvilág a világ, tehát annyira meg van fordulva. Tehát ott az antianyag, halára keresik az antianyagot, és nagyon érdekes, mert az antianyag itt van. És ugye a fizika halára keresi, hogy hol van a világegyetem antianyag része, mert kellene, hogy legyen. Hogy a szimmetrikus, ugye, mert meglegyen a szimmetrikus párja minden. Hát az a nagyon érdekes, hogy van, csak ellenütemben. És az ellenütemben egyszerűen nem látjuk, mert nem, amikor mi szemünk van, akkor ott éppen semmi nincs. Amikor meg ott van a szemünk a túloldalon, akkor meg mi nem vagyunk. Tehát ez egy ilyen váltakozva létező, mint a néger a zebrán, hogy látszom, nem látszom. Tehát ugyanolyan a világegyetem is így váltakozva létezik a két tükörvilág, két tükörvilág van és két világ. És ez együtt 64 párhuzamos univerzum. És a Rafael meg az Uriel azok a túloldalon a kerubok, nem itt. Tehát az is a tudás. Csak úgy mondanám nektek, hogy ha megnézed a Szent Koronát, hogy egy kicsit odafigyelve nézed meg, nem ilyen nagy arccal, meg bádog, és mici sapkal, meg mit tudsz, hanem ilyen nagy, ilyen itt ilyen új gazdagéknak vannak ilyen dumái, de a lényeg, hogy 64 piros almandin csepp van rajta. 64 tűzelem. Ha mennyinek kellene? Annyinak. Pontos. Mert hogy minden tűzelem is tuplán. Már amikor a világegyetem megnyilvánul, már akkor megvan a másik világ is. Mert úgy nyilvánul meg, hogy egy bonyolult komplex téri képletekkel lehet csak leírni, de úgy nyilvánul meg, hogy hol itt van, hol ott van, hol itt van, hol ott van, már maga az időforrás is ezt csinálja. Ez ki van rakva a templomokra, gyerekek? Ki van rakva? Nincs eldugva. Ott ki van rakva? Ja, hogy te nem érted, az már nem a templom hibája, hanem a tiéd. Ki van rakva, el van magyarázva, számtalan helyen ki van téve. Dozse palota. Voltál Velencében, mit csináltál? Romantikáztál. De nem vetted észre, hogy a Palazzo Ducale, így avval van dekorálva. Vízelem, tűzelem. Ott van kirakva az orrod elé, ez a mezőnek az alapelemei, amivel a világegyetem keletkezése elindul. És ott vannak a tűzelemek, egyértelműen fönt a pártán. Megnézed, ott vannak a tűzelemek, egyre kisebb lukó, hogy még fölfele. Persze, olyannak kell lenni, mert terjed. Nem érti. Mindenki csak nézi, jaj, de csecse. De most már tovább kéne ettől lépni. Hogy mi a fene az ott dekoráció. Hát jó. Így lehet aztán lehűlni nagyon. Mert elveszik a lényeg. Az ólomkamrák, amik ott voltak, azok, az tértechnológia. Tehát ahová a bűnözőket beültették, az tértechnológia. Kegyetlen. Mert az anyja nevét is elfelejti. Az ólomkamrában, mert az agy a lelkét kitörli. Az a büntetés. Ez tértechnológia, nem fogod eljönni. Az a gonoszság, és ez... Nem, tértechnológia. Nem azért, mert ólomgőzbe, meg mit tudom, nem kémia, nem fizika, hanem hullámtechnika. Hogy az ólomnak a nagyon erős, agresszív hullámterébe ő ott van bent ül. És törli kifelé. Aztán ott van egy darabig, utána szabadul lehet engedni,
nem lesz az bűnöző, mert a nevét se tudja. Örül, ha tud enni. Megtalálja a száját, és jó van, vagy inni. És ez annyira lehűl. És nagyon érdekes, mert ez megvan még a mai világban is. Tehát megvan, meg lehet nézni, ott van. Ott van, ott van előttünk, ezek mind technológiai dolgok, persze, mert Velence az a értelmesebbek gyülekező helye volt. Tehát ott, ott gazdagok voltak, és amellett ugye a eszük is volt. Nem úgy volt, hogy csak gazdagok voltak, és Habzsi-Dőzsi van, nem. A régen az igazi nemesek, azok tényleg nemesek voltak olyan értelemben is, hogy vezetőképes volt, harcképes volt. Nem csak ordítani tudott meg rohanni, hanem taktikázni tudott, olyan dolgokat tudott, amire az egyszerű emberek nem tudtak. Mindenféle tudott, olyan fegyvereik voltak, amik még nem is földi fegyverek voltak régen, olyan fegyverek is voltak, csak aztán ezek ugye nem olyan, mint a mobiltelefon, hogy 3 év alatt megy totálkárba, hanem úgy, hogy hát eltartott egy 3-400 évig. De aztán az is tönkre megy, már még csak dekoráció lesz, mert nem tudja, hogy hogy működik, nem tudja bekapcsolni, és kész, igen. Akkor már semmivé válik. És kidobják. Tehát ha szerencséd van, akkor még be tudod kapcsolni. És van ilyen, hogy bekapcsoltak ilyet. Volt, és pánikba is estek. Hogy ez a semmire való handa-vanda. Gondolj bele, hogy egy ilyen ősembernek a kezébe adsz egy mobiltelefont, bekapcsolod, és elkezd zenélni a kezébe, vagy csöngeni, és lisztabszorbiát kezdi játszani a kezébe, mondjuk a mobiltelefon. Mert valami csöngő hangon. Hát ez kínáig dobja. Hát az úgy megrémült tőle, hogy az nem is normális. Pánikba esik. Pedig csak egyszerűen szép zenét játszik. Igen, de egy ilyen vacak lapos doboz nem játszhat ilyen zenét. Nincs benne semmilyen zenekar. Gyerekek keresték a rádióban, hol vannak a zenészek. Mert nem értették, hogy beszél, meg zenél, de hol van benne a mi zenél? Biztos van benne ki zenekar. Nem tudták elképzelni, hogy az a rádió hullámok terjed, stb. Ezért kezdtem én detektoros rádiót építeni, mert én erre kíváncsi voltam. És már ilyen ócska, vimes dobozból, meg ilyen drótokból, amit összeszereztem, de szólt az anyám, meg nézett, hogy megszólalt a semmi. Ilyen konzervdoboz fedőből csináltam forgókondenzátort, és lehetett hangolni Kossuthra Petőfire. Hát az anyám fejébe az egy ilyen csoda dolog volt. De hát akkor az még csoda dolog volt, ez bizony ez olyan, ilyen 50-es években volt, 55-53, így valahogy. Ez jó régen volt ez már. És akkor csináltam már ilyen detektoros rádiót, és működött. És anyám tiltotta, hogy ott a rádiót hallgassak, akkor csináltam, ott volt mellettem egy konnektor, és akkor a konnektor volt a földelés, és nagyon jó szólt vele a detektoros rádió, és magába a fülhallgatóba beépítettem az egész rádiót, akkor már tudtam ilyen germánium diódát szerezni, meg mindent, és akkor utána beépítettem, működött, szólt a rádió, bent a fülhallgatóban, nem volt semmilyen rádió, ott volt kint a rádió, de nekem a fülhallgatóban már benne volt, és akkor hallgattam éjszaka a zenét, meg mindent, mert ugye anyám azt mondta, hogy aludjál, hát persze, de hát egy gyerek lázott, hát az normális. Te is lázadtál, most miért mondod, hogy nem? Dehogy nem. Amivel csak tudtál, zseblámpán bevittél a takaróvállá, és ott próbáltál olvasni valami indián történetet, amikor már tudta olvasni. Hát ez így érdekes. Ettől szép a világ. Na, van-e valamilyen kérdésetek? Nagyon passzivitisó van, úgyhogy... Na, hát akkor miről beszélgessünk? Mi izgat benneteket? Semmi? Na, hát ez nem jó. Nem jó, hogy így van. Tehát... Találtam az Üribács egy képet. Mit találtál, Drágosan? Ez Velencében az egyik torony. Vagy valamilyen torony. Csiga lépcső felfele, és az egész... Hát hasonló a pízai ferde toronyhoz, csak ez nem ferdén épült, hanem eleve így spirálisan megy fel a lépcső rajta. Aha, sok érdekeset, hát a pizai fedetorony is, most már megmerevítették, már nem dől tovább, mert szép lassan kezdett egyre jobban eldőlni, aztán le is dől egy idő múlva. És igen,
spirálisan építették, de nagyon szép templomtornyokat is építettek, ami a Terentőre van rezonátor. Tehát egy kúpos torony, amin van egy ilyen, fölfelmenő spirál egész a tetejéig, és a Terentőre való rezonátor. Ha balra megy fölfele, óra ellenkezőleg, akkor női, ha jobbra megy fölfele, akkor férfi rezonátor. És ez a nőket meg a férfiakat jobban felrezgeti. Ez a lényeg. Vannak női templomok, vegyes templomok, meg csak férfi templomok. És ez nem lehet, hogy egy nő nem mehet be, de ott nem kap olyan energiát. A férfiak kapnak olyan energiát. Tehát, mert ez egy olyan... Tudnék, benned rengeteg energiaforrás van. Hát állandóan sugárzott kifelé magadból azt a képet, amiről beszéltünk. És az, ahogy sugárzott kifelé ezeket a képeket, ezeknek vannak álló hullám komponensei, és ott vannak a sejtjeid, meg az életed ott működik benne. Ezek az álló hullám komponensek, ilyen tartja össze a kristályokat is. Nekünk magyaráztak kovalens kötésről, de a kristályokat nem igazán magyarázták el nekünk, hogy miért kemény a gyémánt, és miért nem olyan kemény mondjuk egy másmilyen vegyület. Hát igaz, a gyémánt az nem is nagyon vegyület, mert az inkább csak tiszta szén. Ugyanolyan szén van a gyémántban, mint a lócitromban, csak más formátumban. De a grafitban, síkban kristályosodott szén van, a gyémántban meg oktaéder-tetraéder kristály van, és ezek valamikor csak tiszta oktaéderes kinézésűek, olyanok is vannak, és ezek a térrezonátorok tulajdonképpen, és a térrezonancia miatt olyan kemények. Mert az atomok, ha térrezonanciában vannak, akkor sokkal jobban, erősebben nyomják ezt a saját kiáradásukat, mert állandóan rezonálnak a téridővel, aminek van egy üteme. A téridő az nem egy koordinátorrendszer, hanem egy terjedő hullámtér, egy nagyon-nagyon bonyolult hullámtér. És ebben a hullámtérben megvannak az ütemek, és ami ezt a távolság ütemet tartja, mert a réteg távolságok azok adottak, és azt tartják az atomok, akkor ott nagyon rezonanciában van. Más oktaéder alakú kristályok is elég kemények, de nem annyira, mint a gyémánt. Tehát ott is arról szól, hogy térrezonanciában van. A piramisok is. A piramisok azok nem gulák. Mindenki gulákról beszél, nem gulák. A piramisok azok térrezonátorok. Tehát oktaéder, lefelé is van egy nagy piramis. Ez még nehezebbé teszi az egész történetet, ugye, mert már ennyi követ összehordani, ugye 6 millió tonna kő a Keopsz, 6 millió tonna kő, hát az nagyon sok. És ez a lényeg, hogy rengeteg kő össze van hordani, még lefele is van egy piramis. És lefele is vannak járatok, hiszen térrezonátorról van szó. A piramisokat nem a fáraók temetésére hozták létre, ugye, hanem azokat a királyok völgyébe temették köztudomásúan. Aztán ezt úgy elszilámoskodták az egyiptológusok, hogy annyira nem fontos. Igen, tévedtünk, de hát nem fontos annyira. Hát igen, hát ilyen van. És lefelé is van egy piramis, egy ugyanolyan nagy piramis. Egyedül az izénél találtam meg ennek a nagyon világos nyomát és modelljét a vörös piramisnál valahol ott. Délebre van a Kairótól még, és ott találtam meg a kinek a Snofu, vagy fárvonok a sírja állítólag, hogy az építette. Nem fáraók építették ezeket a piramisokat, tértechnológiával épültek, nagy tudású mérnökök tervezték, és nem földi volt az egész, és nem földi eszközökkel hozzá kell tenni. Azért tudták elvinni a követ A-ból B-be. A mai műhold felvételeken látsz, ott van... Megvan az a piramidion, amit mondott az megvan az a... Igen. Na, ott lehet látni, tessék csak megnézni. Lefelé is van. Ott láttam egyedül. Nagyon szilámoskodták ezt az egészet, agyon kusolták, nem értették, hogy miért van így, de agyon szilámoskodták. Lefelé is van. Köszönöm, hogy megtaláltad, mert ez egy nagy kincs. Ez a kép a bukó.
ez nem a piramis, hanem a piramis modellje. De az, aki ezt oda kitette, az meg akarta mondani az igazat. Később ezt levakolták körbe, hogy ott ne lehessen látni, képzeld el. De elárulta ugye, hogy lefele is egy nagy piramis van még, és ezt nem szabad elárulni, ezt a népnek nem szabad tudni. Tessék, sőt, olyat is láttam, hogy ez a kép retusálva van. Nem, olyan is nem átépíte, retusálva. De, mert levakolták ilyen vakolattal, megvan nekem az a kép is. Hogy már levakolták. Az új könyvemben benne lesz, az lesz a könyvnek a címe, hogy az idő szívdobbanása. És abban le van írva a teremtőtől, hogy hogy keletkezik a világegyetem, le lesz írva szépen sorban minden. Didaktikusan le van, példákkal igazolva. És hogy ez nem valami vallási, meg klerikális, az anyja kínja a vallási. Miért a materializmus nem egy vallás? Abban hisz, hogy az anyag mindig volt. De hogy mi az anyag, azt már nem tudja. Hát milyen materialista, aki azt se tudja, hogy hogy működik egy neutron. Mert nem tudja. Ott van ám, már megtaláltam 1300-ban, aztán megtaláltam 1620-as években, apró részletekig leírva a neutron belsejét. Nem értették. Nem értették. És miután mindent klerikálissá nyilvánítanak, hát persze. Nem tud mást, mint eldalolni saját fájdalmát, örömét, kész. És nem tud ebből kiszakadni. Majd azt is mondhatjuk, hogy nincs rá szükség a világnak, ezért a Szentfát félretett. Hát majd így folytatjuk neki. Hát mit lehet mondani, parancsolj? Gyuri bácsi, a fullerének alkalmasak lennének elektromos töltéstárolás? Fullerének? Azok ilyen kapszomerek, C60-as az egyik, de C72, C24, van egy csomó fullerén, meg ilyen csöves szerkezetűek is vannak, ilyen szénszálak, olyan is van, hogy teljesen csőszerű, és borzasztó erősen, a gyémánthoz kicsit hasonlítható már, erősen tartanak egymáshoz a szénatomok, mert jó rezonanciában vannak. A szén a speciál alkalmas erre a jó térrezonanciára, és ez a fontosabb az egészben, hogy azért szén alapú a mi életünk, tehát szén, nitrogén, oxigén, ez a fő építő elemeink, ezek könnyű elemek. Ezért káros ránk nézve az ólom vagy a nehézfémek, uránium, stb. Káros ránk nézve, nem csak a sugárzásra veszélyes, hanem attól, hogy mellette vagy sokat. Tehát ha sok ilyen nehéz fém mellett tartózkodsz, akkor az megárt a rákot kapasz, de anélkül, hogy bármilyen ruhában, védőruhával lesz, mert a gravitációs hullámok úgy átpofáznak minden ruhámat, ott se lenne. Hát az semmit nem számít. Hát ugye a nagyon erős védőruhában lefelé esel, ha felugrasz. Nagyon erős védőruhában is leugrasz a hokerliről, akkor lefelé fogsz esni. Olyan védő ruha van rajta, ami már semmilyen sugárzás nem megy át. De a léthullámok mindenen átmennek. De a léthullámok azok időhullámok, és az idő az mindenen átmennek. Időhullámok mindenen átmennek. És ezt nem értik, mert a gravitációs hullámokat sem fejtették meg becsületesen. Próbálkoztak vele a Weber, meg mit, próbálkoztak vele, majdnem, a Weber majdnem eltalálta, már jó fele kezdett kaparászni, piezókkal kezdett szórakálni, én is piezókkal csináltam meg, csak másképpen. Rájöttem, hogy lehet irányérzékenyre csinálni, meg hogy lehet vele távcsőszerű valamit csinálni, és lehet. Jó, hát ebben nem lehet belekukolni, nincs rajta lencse, mert ez nem úgy működik, hanem csak egy irányérzékelő, ami az abból irányból érzékelhető összes zajt veszi, gravitációs zajt, ami onnan jött, ezekből egy képet lehet összeállítani. Tehát lemérem, a számítógép csinál belőle egy képet. Hogy merre vannak a nagy gravitációs források. Hát ez mire jó? Hát ez semmire nem jó. Kivéve a fekete lyukaknak az érzékelésére, de arra legjobb. Hát gyerekek, hát a fekete lyukak azok nem látszanak a távcsőben. A rádió távcsőben sem nagyon látszanak, de a tömegtávcsőnek azok a legfehérebb objektumok, azok a legjobban világítanak neki, mert ott van a nagy zaj. Ahol sokaton van egy kupaszban, ott van a nagy zaj. Onnan jön a nagy zaj. És tényleg, avval is fedeztem föl, amikor először sikerült megcsinálni egy ilyen mérőfejet, így kézben, így méregettem vele, és eltaláltam
délfelé a galaxis, a mi galaxisunknak, a tejútnak a centrumát. Ott van egy nagy fekete lyuk, és azt megtalál, itt van, megvan. Tehát olyan nagy jelet adott, hogy már majdnem, hogy a lámpa égett róla. Nagyon durva. Félvoltos jelet adott. Hát félvoltos jel, az már olyan nagy jel, egy LED már ég vele. Hát halványan. Kicsit lehet variálni vele, trükközni, de meg lehet már vele gyújtani a ledet. Hát akkor a térerőt adnak a műholdak, ami jönnek ezek a kivágjuk az összes ilyen üzét, ilyen tornyot, ilyen átjátszó tornyot, mindent is összedöntjük, és győzünk, és jó van. De mondjuk valami kis izé van, technikai lemaradásod van komám, mert itt körbe van majd 100-200 műhold, így körbe, a geostacionárius pályán, amik akkora térerőt sugároznak, hogy meggyullad róla a LED. Tényleg meggyullad. Van ilyen bemérő, aztán lejött a csatlakozó a fiamnak, fönt mérte az antennát, a parabolát. És lejött neki a csatlakozó, és amikor jó helyre állította, akkor meggyulladt a LED. És akkor mondja, de nincs is rajta táp. És akkor is meggyulladt a LED. Táp nélkül. Tehát akkor a nagy lármát, televíziós lármát ad. Ugye az egy műhold, lehet, hogy 4000 csatornát sugároz. 4000 csatornát. Hát én nem tudok csak egy olyan 3500 csatornát venni, mert nem fér bele a memóriába, csak az a baj. De hát egészen kelettől, egészen nyugatig mindenféle műsorokat lehet nézni. És lehet, és látom a műholdakat sorban. Mert rá is fordul, ez olyan antenna, hogy ráfordul. Ráfordul, megtalálja, és gyönyörű szépen lehet nézni a műsort HD-ben. Na, mit találtál? Itt a geostacionárius pályát mutatja, hogy hogyan megy a Földdel együtt, ami volt. Igazából kering a Föld körül a geostacionárius pálya, tehát a Földhöz képest áll, a Föld egy pontja fölött áll, de közben a Földdel együtt forog nagy sebességgel, és akkor úgy néz ki, mintha az égen mindig ugyanott lenne, ugye? Mert ott látod. És ezt azt hiszem éppen egy író találta ki. Talán nem is fizikus volt. És aztán ez működik, ott vannak ezek a műholdak, műsorszorú műholdak, ezeket felrakják erre a keringési pályára valamennyi korrekciós üzemanyaggal, amivel kicsit lehet igazítani, hogyha arra a napszél elfújkálja egy kicsit arra, meg. Szóval valami probléma van, akkor ezt egy kicsit lehet pályára, kicsit lehet segíteni, hogy menj egy picit arra, és akkor arra megy. Mert akkor nagyon arra megy, ugye akkor már nem a parabolát, kimegy a látószögéből, és akkor már nem látod. És ezeket föl, ott van már rengeteg döglött ilyen van fönn. Ó, már nagyon sok, már úgy tele van, ezer szám vannak már fönt ilyen döglött, ilyen átjátszók. Még sok működik, még nagyon régen felrakták, még Telstar néven is van. Ilyen érdekes, mikor volt az első ilyen átjátszó a Telstar? Hogy játszották föl? Egy ilyen valami, nem tudom még az együttes nevét se, nem reklámot akar neki csinálni, de egy ilyen, hát ilyen, tudom én, dán vagy svéd, vagy nem tudom, ilyen valamennyi éjszakabbra lévő együttes volt, és hát ezek ilyen hétvége, ilyen amatőrök voltak, de nagyon jó zenét csináltak, és akkor valaki megrendelte tőlük, hogy mit tudja, holnapra kellene egy számot írni, holnap. És akkor a srác, aki megkapta az üzenetet, elkezdte keresni az együttes tagjai, egyik részegebb volt, mint a másik, mert hétvége volt. És hát nem lehetett őket sehogy összekaparni, és akkor egyedül följátszotta az egész számot. Az összes hangszer, és nem volt dom, meg dobos, és valami gyufás katolát rázott ütemre, és akkor az volt a dom. És volt neki egy ilyen elég jó felvevő, többsávos, ilyen nyolcsávos valami felvevőjük, és akkor már fölvette az egészet, és az egészet följátszotta, kitalálta a dalomot, följátszotta az egészet, és működött a dolog. Ez nagy sláger lett, ez a Telstar abban az időben, nagyon játszották mindenhol. Talán még hallották, ez volt, ilyesmi volt a
forgalma, és nagy sláger lett belőle. És az is mondom, hogy Gyufás Katulával csinált az ütemet. Mert nem volt dobfelszerelés, meg nem volt, ezek nagyon amatőrök voltak. Ilyen van, és mégis lehet sikert csinálni. Olyan, mint a Lambada milyen sláger lett. Egy slágeresek voltak, próbáltak többet is, de az már nem lett sláger. De az egy, az úgy befutott a világon mindenhol. Mindenhol, halálra játszották mindenhol. Mert jó volt a dallama, jó volt a videoklipje, jó volt megcsinálva, és mindenki azt leste. Volt benne szerelem, fiatalok szerelme, és miért mindenkinek tartni a nyálva könnyen összefolyt, és akkor ez milyen jó volt. És így nézték, és romantikus volt, és nagyon aranyos volt, tényleg nagyon jó kis videoklipje volt, és akkor a világsláger lett, mint egy ház. Úgyhogy már jó régen volt az is. Már nem nagyon írnak dallamos dolgokat, az nagy baj. Csak kevés a dallamos, egyre több ilyen, hát ilyen gépzeneszerű van. De ettől nem modern, bár az sokkal egyszerűbb egy gépzenét megcsinálni, mert ugyanaz lejátszott 200-tól, aztán meg volt a zene. De hát ez nem igazán zene. Tehát ez nem élő zene. Az élő zenének más az egész kisugárzása. Tehát mondjuk egy hegedűt, ha megnézel, vagy egy nagy bőgőt, ha megnézel, még hatékonyabb, van rajta egy kettős csiga. Miért is van az rajta? Modulálja a hangot. Oda-vissza. Le is sugározza. Tehát fogja a zenész, a lelke sugárzása minden benne van ebben, hogy hegedül például, és a végén van egy adó, ami női és férfi irányú csigába végződik ugye a hegedűnek a nyelénél. És ez a lényeg az egészben, hogy így működik, és ez egy sugárzó, senki nem gondol rá, figyelj. Senki nem gondol rá. Szép, a hegedű hangja szép, mindenkinek könyvelában a szeme, tudod, és akkor lehet ilyen nagyon szomorú zenét játszani a hegedűvel, és akkor mindenkinek folyni kezdenek a könnyei. Persze, mert egy olyan teremtő rezonanciába kerül, hogy az összes bűne eszébe jut rögtön. Úgyhogy, mert hát azért így működik. És akkor egy kicsit javít rajta, talán holnap már nem csinál olyan bűnöket, mondjuk. Kicsit javít rajta. Na, de tehát parancsolj. Olyan, mint a lélekharang. A lélekharangnak is olyan a igen. Hangja. Igen. Nekem van egy mise csengő, ami nagyon összejött mise csengő, nagyon jó hangja van neki, de temetésen is szoktam használni lélekharangnak, tehát megyek a halottas kocsi mögött és csengetek vele, és mindenkinek nagyon, nagyon, nagyon meghatja a lelkét, mindenkinek, ez nagyon működik. Ez fantasztikus hangja van, tehát amikor megcsengeted, a misét is azzal kezdjük, azzal fejezzük be, amikor van a istentisztelet van, vagy házasulnak, keresztelő van, házasság van, akkor azzal szoktunk csengetni, és ez nagyon, nagyon meghatja, megnyitja a lelkeket nagyon jól. És odafigyel rá a főnök, erre a hangra odafigyel már, úgyhogy hála jó Istennek, eddig velünk volt. Hát most éppen kitiltottak a Twitterről, nem tudom miért, valami jóindulatú valaki beírkálhatott valami, hatékony volt, mert működött, kitiltottak örökre. Jó, és akkor dugjátok fel magatoknak. De hát ez is az van, hogy azt hiszi, hogy ő nekem árt. Mert egy hülye. Hát azt hiszi, hogy nekem árt. Nem nekem árt, saját magának árt. Mert hogy az a tudás, amit én itt elmondok, néha vicceskedve, néha kicsit 8. kerületi stílusban ugye, elmondom. Gyerekek, én ezt képletekkel is, mert bonyolultabban is el tudom mondani, csak az azonnal a hallgatóságnak legfeljebb a 10%-a marad ébren, a többi az mind meghal, mert próbálják követni. Próbálkoztam én vele, hát volt, hogy 300-as nézőtéren láttam, hogy bealudt, nagy, és okos ember volt, tehát tudom, hogy okos ember volt. Próbáltak követni, de egy időmban egyszerűen belefáradt és elaludt. Nagyon próbálsz valamit követni, akkor elálmosodsz és elalszol. Elmenekül az agyat, hogy na hát ne hülyeskedj vele, mert ezt nem bírom, és akkor elmenekül. Ilyen van. Tehát, hogyha sokáig oda kell valamire, nagyon odafigyelni. És sokáig, hát ez most már 31 éve vagyok itt népművelő, nem most kezdtem. Mert ugye ez nem egyházi rendezvény, hanem egyfajta művelődési ház. És már 30, mikor kezdtük el? 91-ben. 32 éve.
91-ben kezdtük itt ezt. És a november 7-én bejöttem a művelődéssel az igazgatójához, akkor még egy férfi volt abban az időben, és bejöttem hozzá, most megint egy férfi, de akkor egy férfi volt, és bejöttem hozzá, hogy szeretnék én itt előadást tartani, és november 7-én már úgy sem jön ide a kutya se, mert akkor már éppen akkor volt a rendszerváltás, és akkor már se november 7-ét senki nem ünnepelte, és akkor azt mondta, hogy hát talán 10-en jönnek, nem jönnek 100-an, 120-an voltak az első előadáson, és jó volt az előadás. Ugyanilyen volt a Kossuth klubban, amit később feljött az igazgató, hogy magának nálam soha többet nem lesz előadása. Mondom, ki akart oda menni előadni? De olyan sikere volt, amilyet a Kossuth klubban még a büdös életben nem csináltak. Tehát, hogy a Csiga lépcsőn is ültek. Tehát annyira sokan voltak, hogy a Csiga lépcsőn is ültek. Ott is azt mondta az igazgató, hogy hát eljönnek talán egy 20-25-en ilyen nyugdíjasok, és mondom, nem, tele lesz, mint a déli busz. Úgy tele lesz, és tényleg úgy tele volt. Tehát annyira tele volt, hogy az előadó terem tele volt, akkor az előtér, az majdnem ugyanakkora volt, mint az előadó terem. Az is tele volt, meg még a Csiga lépcsőn is ültek, és úgy hallgatták az előadásokat. Mert annyira ott akartak lenni. Jó volt. Én voltam ott az Egeli Gyuri, meg a Király Zoli bácsi. Akkor alapítottuk meg a Parakutatási Tudományos Társaságot. Hát az akkor nagyon tudománytalan dolog volt. Ezért adtuk ezt a nevet neki. Ugye, mert olyan dolgokkal kezdtünk foglalkozni, ami van, csak letagadja. Meg próbálják tiltottá tenni, letagadni, félretolni. Olyan dolgokkal kezdtünk kutatni, én a mai napig sem hagytam abba. De hát ez jó van így. Mert hogy izgalmas, sok érdekes dolog van benne, és ebben az is beletartozik, mint a tértechnológia, ami hát a hivatalos tudományban nem nagyon van. Van, én már találkoztam az évele, nagyon jó menő fizikusok is kiszivárogtattak dolgokat Washingtonban, szóval nem, Washingtoni Egyetem az mondjuk nem egy ilyen lebecsülendő semmiházi egyetem, és ott a fizika professzor az bizony nagyon jó tértechnológus és nagyon jó dolgokat írt le. Mikor kezdte el? Amikor én, 84-ben. Akkor a publikáció 85-ben kezdtek megjelenni, mert láttam, ott futtak rajta dátumok. Nagyon jó Kramer, úgy van írva a neve. Érdemes letölteni az összes anyagát. Le lehet tölteni, néha letiltják, néha eltüntetik, de mindig újra fölteszik, meg lehet találni. Nekem meg sikerült megtalálni, aztán ilyen letöltő programmal, letöltöttem. Aztán nem találtam sehol a gépemen, aztán még egyszer le akartam tölteni, akkor nem tudtam letölteni, ugyanazzal a letöltő programmal. Már megcsinálták, hogy ne lehessen letölteni. Egy lapot mindig el lehetett olvasni, de már letölteni az összeset nem lehetett. Pedig hát van vagy 500 lapja, amiket írt, ilyen, hát nem képes meg, nincsenek rajta képek, meg nem ilyen handabandás, hanem csak a szöveg. De nagyon okosakat ír. Tehát a téridőről, meg mindenről, nagyon okosakat ír. Olyanokat, amiről itt sehol nem beszélnek, se a fizikusok, se senki más, nem beszélnek. Pedig nagyon fontos lenne, hogy megértsék. Hát ugye a nem idő ilyen például, parancsolj. Semmi, csak akarod, jó? Na lehet azt is. Tehát, mert itt a közönség hozzászólhat, ugye ez egy nagyon nagy különbség általában az előadásokhoz, van, aki nagyon haragszik arra, hogy miért kérdezett, mit tudom, szóval fel van dúlva, mert ő azt szerette volna tovább hallani, amit én elmondtam. Hát ülj be, és kérdezzél. Meg lehet kérdezni, és ugye nem válaszoltam rá rendesen, még egyszer meg lehet, de nem mondtad el, hogy mi. És akkor én megpróbálom, ha tudok róla valamit, akkor elmondom. És hát elég sok mindenről tudok. Én nem képzelem magam se okosnak, se ilyen kioktatónak, meg mit tudom. Nem. Hát azért mondjuk olyan dolgokat is megcsináltam már életemben, vagy megjavítottam, vagy kitaláltam életemben, amit más nem csinált. Találmányom is vannak, minden. De nem ez az érdekes. Te gyerekek, hát nem találmány beadni már nem is érdemes, de kezdjük az, akkora találmányi maffia rendszer van, hogy a világ nem látott olyat, ez az egyik. És a másik meg az, hogy hát nem tudod eladni, hát egy találmánynak a beadása is elég sok pénz.
Na de uniósan megvédeni egy találmány. Gyerekek egy házára. Évente. Egy családi házára. Évente. Hát kivéri azt megfizetni. Hát ez reménytelen. Tehát egy feltaláló, aki az utolsó fillérét is ilyen alkatrészekre kötő, hogy megcsinálja a repülőgépet, vagy az akármi csodát, ugye? Az, nincsen arra pénze, hogy mit tudom én, milyen bonyolult izéket leadjon, találmányokat meg. Nem, ő csak feltalál. Föl, oda fel. Mert merre van a fel? Mindenfele. Na arra is fel van, meg arra is fel van, meg arra is fel van, mert a Föld gömbölyű. És ezen nem szoktak elgondolkodni, hogy hát merre van az Isten fent? Merre fent? Merre van a fent? Ha mindenhol fent van, és ez a jó válasz, hogy mindenhol fent van. Mert hát ha minden, ami lett az igéből lett, akkor nem is látsz soha más, csak az Istent. Semmi más nem látsz. Amit látsz, a kamera, a izé, vagy ez az üdítő, amit hoztál, vagy ez a papír, vagy asztal, minden abból van. Vagy te is. Minden csak létezik. Hát ha minden, ami lett az igéből lett, akkor most akkor minden. És ezeknek nagyon fontos szerepe van. Nagyon-nagyon fontos. Mert az emberekben ilyen kis izék vannak, ilyen kis dobozkák. És a dobozkából nem akar kinézni. Bent van a dobozkában, de kinézni nem akar. Férfiaknak egyébként is dobozkájuk van, de szépen sorban minden dobozokból beraknak, és akkor valamivel akarnak foglalkozni, akkor azt a dobozt kiveszik, foglalkoznak vele, visszarakják, becsukják és helyre teszik. Férfiak így működnek, a nők nem. A nőknek minden nyitva van mindig. Na, abban aztán meg is lehet bolondulni. De nem azért, mert rosszak, ettől nem rosszak, szó nincs, ő másképp jár az agyuk, és ez jó, hogy így van, nekik jó, én nekem nem, én megbolondulok tőle. De, hát igen, ez nagyon nehéz tűrni. Nagyon nehéz tűrni, hogy... És a férfiaknak van egy semmi dobozuk is. A semmi dobozuk, az érdemes, az a férfi, a női, a keresd meg az interneten, érdemes megnézni. Halál jó, egy ilyen lelkész pszichológus tart ilyen színházban egy ilyen előadást, de gyerekek, szétrögöd magad rajta. De tényleg a közönség is szétrögi magát rajta, mert magára ismernek a nők is, meg a férfiak, és jókat mond, nagyon aranyos. Nem bántja se a nőket, se a férfiakat. És ez nem ilyen katolikus lelkész, neki van felesége, tehát van tapasztalata a nőkkel. Mert tudod, ez olyan, mint a szűz szexológus. Tehát amikor, hogy mondjam, egy olyan valaki akar engem kioktatni szexológiából, akinek életében nem volt nővel még dolga, hát akkor azt mondom, jó, hát majd várjunk egy kicsit, majd még tapasztaljál. Mert amíg nem voltál soha életedben, nem öleltél meg egy nőt, akkor felejts el ezzel a kioktatással, majd. Majd eljön az ideje, lehet, hogy sokkal okosabb leszel, sokkal jó, minden. Igen. Hát ilyen van. Veres Pali bácsit is ismertem, az nagyon jó pofa úriember volt. Lányát is, tartottunk vele közösen előadást is a lányával. Tehát a Veres Pali bácsi az milyen Pali volt, az szexológus volt, hát de akkor a dumája volt, hogy leszakad az ég. Nagyon jó dumája volt, és az járt mindenhova ilyen szexuális felvilágosításra. Néha szükség van rá. Tehát azt gondolod, hogy egy 18-20 éves fiatalembernek már erre semmi szüksége nincs, már mindent tud. Francokat tud minden. Nem tud semmit. Hát a biológusok nem tudnak minden, nem hogy ő. Tehát azért nem árt ezen elgondolkodni, helyre tenni a dolgokat, és a normálisan kezelni. Nem kell túltolni a bringát, mint ahogy szokták csinálni. Túltolják a bringát. Nem kell túltolni a bringát, ez csak normálisan. Na, mit találtál? Ez még a nagybőgő. Még a nagybőgőnek a nyele. Ilyet találtam, hogy Kramer szabály. Lineális egyenletrendszerek megoldása. Ez az a Kramer? Talán igen. A Washingtoni Egyetemen igen, ő matematikát is csinálta. De igazából képletek, nagyon sok képlet. De van neki egy weblapja, amiről rengeteg weblap van, tudom én 1500, nagyon sok weblap van, és akkor azokat, amiket ő írt, és nagyon aktív gondolkodó. Szeretem, mert okos. Sok ilyen futottak még van, de nagy nevű, meg de alapvető dolgokat nem tud megoldani, akkor nekem az a jó, aki meg tudja. Azért szoktam a Oliver Crane-t emlegetni, a svájci fizikust, mert csinált tértechnológiával olyan dolgokat, és leírta a tértechnológiát.
Tehát a terető még nem írta le olyan részletességig, mint én, de, mert én már ezt mikor írtam, már le 91-ben, így jelent meg valamikor a könyvem, az első könyvem, a Teremtés üzenete volt, le lehet tölteni az interneten, beírod, hogy e-könyv, és le tudod tölteni magadnak. A nevemet beírod meg a Teremtés üzenet, és meg fogod találni. Tessék, Pancsó! Ismeri esetleg ezt a nátrámon, hogy egy ilyen barrend, egy ilyen szuperkockának hívják, vagy minek hívják azt a... ami általában így forogi. Szóval látható van a hegységbe barlangja. Ja, hát most már tudom, mert eléggé, hogy mi a mondat közepén kezdted. A szuperkockával kezdted, és forog, és ezért hát. Ez a Mátrában van, és mozog az egész barlang. Nagyon érdekes. És van ott egy kocka, aminél az összes elektromos cucc az beszalik. De mind, ami villanja ment, tehát ami elemlámpák, azok mind annyi, hogy nem ég. De nem elromlik, mert amikor kijössz ég, hanem valamilyen 4D hatás van, egy kocka alakú kő van bent egy barlangban. De olyan, hogy mellett alig lehet elférni, tehát olyan szűk a hely. Hogy került oda be egy teljesen kocka alakú kő, ez egy dolog. Én barlangászok mesélték, ismertem olyan barlangászokat, akik ottan. Már nem is tudtak ott kijönni, ahol bementek. Ó, nagy bajba voltak, mert mozog az egész barlang. Tehát, mintha arra benne a kő, ahol még nagy keserősen lement, ott már nem tud kifele kimenni, mert már ott nem fér ki. Tehát sok veszélyes helyzet volt, és ott több barlangásztól is hallottam, akik ott jártak. Ilyen nagyon érdekes barlang volt. A 4D hatást gyakorlatilag a gabonaköröknél, több gabonakörnél is tapasztaltam. Frissen, amikor friss a gabonakör, akkor van 4D hatás. Na de attól, hogy én letaposok füvet, attól nem lesznek ilyen jelenségek. Nem lesz, kész, nem lesz. Magyarázhatszom, akkor nem lesz. Letaposhatsz körbe, gabonatáblát egy darabot. Nem lesz, hogy bemész a fényképezőgépeddel, és amikor bemész, akkor azt mondja, köszi, nem működik. Kimész belőle 3-5 métert a körtől, akkor működik. Megint föltöltődik, tudom, értem, föltöltődik az elem, kisül az elem, föltöltődik, érted? Mert innen. Mert hogy ugyanaz az elem, amikor kimegyek, jó, amikor bemegyek, nem jó. Persze, mert a 4D hatás ilyen. És a negyedik dimenzióban nincs áram, nincs villamos áram. Tehát ez a kamera ott nem működik, hiába kapcsolom én ezt be se tudom kapcsolni, nyomogatható, nem fog bekapcsolni. De ha eltávozok ennek a helynek a közeléből, ahol ilyen 4D hatás van, akkor teljesen tökéletesen működik. Tehát UFO belsejében nem működik. Nem tudsz benne filmezni, de nem azért, mert buta vagy. És mivel lehet filmezni? Mechanikus. Ez az. A filmszalagossal lehet. Mechanikus, ami felhúzós, meg mindent. Amiben villanymotor, az nem működik. De ami mechanikus, a régi ócska, ilyen felhúzós kamera, azzal lehet filmfelvételt is csinálni. Hát a minősége olyan lesz, de lehet. De csak mechanikus, elektronikussal nem működik semmi, a világon semmi. És most láttam egy ilyet, most majd utána nézek még, egy nagyon érdekeset találtam. Így mutogatta a srác, egy nem nagyon volt hozzá kommentár, hogy oda tartotta egy órának a közelébe, az óra megállt. Elvette, elindult. Oda tartotta, megállt. Elvette, elindult. Akkor ott lógott egy lámpa, direkt egy villanykörte lógott egy dróton, oda tartotta a villanykörté, az elaludt. Elvette, meggyulladt. Oda tartotta, meg a mindenit neki. De aztán beledobta egy ilyen, beleöntött egy kancsó vizet egy ilyen tartályba, vagy a műanyag vizébe, büdögébe beleöntötte, műanyag biliben, és ha beleadotta ezt a követ, ez egy kő darab volt. Beadott, és elkezdett forni azonnal. Lehet, hogy nem is for, ugye? Lehet, hogy bontja a vizet. De nem úgy bontja a vizet elektromosan, mert elektromosság milyen elektromosság? Hát még a villanykörtés alatt, a 220-as villanykörte ott működött, lógott egy dróton, oda tartotta, az elaludt. Lehet csalni, tehát lehet ilyet csalni, de már mondjuk azt, hogy
az, hogy a kezébe fog egy ilyet, és beledobja egy ilyen bögre vízbe, ami rögtön elkezd forni, na ezt már nehéz hamisítani. Mert ráadásul műanyag volt az edény. Tessék, ezzel lehet még érdekes kísérleteket. Megvan a film, eltettem. Érdekes kísérleteket végezni, ha egy gabonakör vagy ábra valahol van, oda vízzel bemenni. Nyílt rendszer, zárt rendszer, csomó mindent lehet kísérletezni, hogy hogy reagálnak ezek az anyagok. Úgy van, úgy ahogy mondod, úgy van. És a piramisokban is meg kell, hogy változzanak a fizikai paraméterek, tehát mondjuk az elektromos ellenállás megváltozik, vagy tehát valami megváltozik. Meg kell, egy csomó, lehetne csinálni egy ilyen kis bőröndöt, ami mindent mér, és akkor beviszed a bőröndöt, meg kihozod a bőröndöt, nem csinálsz semmi. Kis táskát, kis neszeszed, beviszed, és abban a kis neszeszedben benne vannak a műszerek. Most már ez nem egy nagy probléma. Csak meg lehet nézni, hogy működnek egyáltalán benne a műszerek, és ha működnek, akkor van-e valamilyen változás, mert nem hőmérséklet változás, csak hanem ilyen elektromos áram elkezd másképp viselkedni. Gyanús nekem. Az egész egy, ez már szét van, ki van kapva, már kiszedték a belét. És úgy is ki lehet szedni a belét, ha a tértechnológiával nagyon otthon vagy, ki lehet szedni a belét, hogy úgy teszed le valamit egy barlangba, hogy közben nem fursz lukat a barlang belsejébe, hanem itt vagy, meg ott vagy, beugrasz. Ahogy térugrást lehet csinálni a semmibe, térugrást lehet csinálni oda belőle is. Egy ilyet láttam, és azt fényképen is láttam, hogy egy UFO benn van egy barlangban, Ecuadorban, benn van a barlangban, bent van. Hát azt vagy ott építették bent, vagy oda beugrott, mert más nem tudok elképzelni, mert ott van bent. Haverom ott volt, látta, filmezte, és az volt ráírva rólásírással, hogy visszatérünk. De magyarul el lehetett olvasni. Na most ez attól kezdve már érdekes, ez gondolkoztató. És ott Ecuadorban van olyan törzs, de Észak-Amerikában is van, ami rokon nyelvet beszél a magyarral, indiánul. És rokon nyelvet beszél, 1-2-3 topa, mondjuk így valahogy így számol, mondjuk a... Tehát nagyon hasonlít az 1-2-3-hoz az ő 1-2-3-a, az nagyon hasonlít, és a négyre nem azt mondja, hogy négy, hanem azt mondja, hogy topa, az a tipi-topa szavunkban megvan, hogy négykézláb megy, meg van kis tipi-topa gyerek, és az a topa, tehát a négykézláb a topa. Egész fantasztikus dolgok vannak, és Ecuadorban Móricz János, az tiszteletbeli törzsfőnökké fogadták ott a helybeli indiánok, szerették, pedig magyar, ennek ellen nagyon szerették, talán azért éppen, és bányatulajdonos volt, meg mit tudom, meg mit. Tehát ő aztán minden merényletet elkövettek ellen, amit csak lehetett, még lövöldöztek is rá, mert hogy elkezdte megcsinálni azt, hogy az indiánok őstörténetét, hogy mit mesélnek az indiánok, mert ezt nagyon nem szerették. Ezt valakit nagyon nem szerették, hogy elmondja. Talán nem véletlenül mentek oda a pálosok is, ugye, mert ugye ezek az indiánok a magyarral egy rokon nyelvet beszéltek, senki nem értette, de a magyar pálosok értették, hogy mit mondanak. Ugye ők Egyiptomból indították ugye, az egész történetüket, azért érdemes ezeken elgondolkodni, mert Egyiptomból származott el az egyik nagy törzs rendszerünk. Egyiptom. Mi voltunk az egyiptomiak, hogy is mondhatjuk. Nagyon szeretne mindenki egyiptomi lenni, ugye, mert az egy olyan igazi, olyan szép kultúra, nagy, és nagy piramis, meg nagy fáró, meg nagy. Nagyon szeretne mindenki ilyen ősi kultúrát szerezni magának, nem nagyon jön össze. Hát aztán volt olyan, mondjuk a Borbola János, keresétek már azt a könyvet, hogy olvassuk együtt magyarul. Érdemes. Mert a moszkvai papírusnak egy megfejtésé, egy részét megfejtette, és egyértelműen magyarul van írva. De nem ez a mai magyar, hát azért pár ezer évvel ezelőtt, még persze, hogy nem, ugyanazt beszéltük. Hát nézd már meg, hogy hát most mikor ment el Kolumbusz Amerikába? 1492, ugye? Nem?
Na, és mennyi, az mennyi év? Ez alatt az angol mivé fajult? Hát ha megnézed az amerikai angolt, meg az oxfordi angolt, hát az nagyon eltér. Az oxfordi angol sem az eredeti, de már az is megváltozott ez alatt a pár száz év alatt. Sőt, ilyen, van ilyen óangol színházisan Shakespeare-t eredeti hangzóban játsszák, állítólag. Tehát van ilyen színház, hát azt még az angolok se igazán értik. Tehát van ilyen színház, aki eredeti Shakespeare eredetiben játszol. Tehát ahogy az nem volt ott írva. Tehát az is már nagyon sokat változott ez alatt a pár száz év alatt. Nagyon sokat változott. Hát a magyar is változott. De hogyha van is minket egy kicsit, mint át akartak volna csapni. Hát szóval nekem van egy ilyen előteljes érzésem, mert hogy a mondjuk az ómagyar Márgyas síralom, meg mondjuk a vitézek, mi lehet-e széles föld felett szebb dolog az végeknél, e között csak pár száz év telt el. Most a papír szerint, szóval, amit mondanak. De most, tehát 1000 meg 1500, tudom én, 500 év, és ennyire még 500 éve később még megérted. Még a Balassi Bálintot érted, hogy mit írt le. Nem kell hozzá szótár meg. Hát néhány szó már szokatlan, kicsit régies, de még meg lehet érteni. És azért mondom, hogy mintha át akartak volna minket csapni egy-két dologgal, mert hogy ez egy nagyon ősi nyelv, nagyon jól működik, még mindig jól működik. És hát a földön kívülieknek a Sirius-rendszerben vannak, akik úgy egész hasonlóan beszélnek, ha beszélnek. Alig beszélnek már, tehát a fejlettebb társadalmakban alig beszélnek. Metakommunikációval kommunikálnak, nem beszélnek, hanem bent hallod a fejedbe, amit gondol. Szokatlan először, de aztán utána meg lehet szokni, sőt, lehet így beszélgetni is. Sokkal gyorsabb, mint a írás, meg amit mi nagyon korszerűnek tartunk, annál sokkal korszerűbb és jó. Gyorsabb. Tehát egy ilyen... Gondolj bele, hogy biztos, hogy hallottátok, hogy leesik valaki mondjuk a 7. emeletről, kiesik az ablakon, beleesik a zöldséges ponyvájába. És túléli a 7. emeletet. De ez alatt a néhány méteres esés alatt, mondjuk 20 méter sincs, esés alatt lepereg neki az élete. De az egész élete, óvodáskortól vagy bölcsödéskortól a mostani, lepereg az egész élete, de úgy, hogy benne az összes párbeszéddel, mindennel ennyi dolog. Ugye esélyelő géper kettősör tényzet, ugye? A szabad esésben, hát a légellenállás mondjuk most kiadjuk, akkor is, ugye az első másodpercben 5 métert esik, a másikban 981-et, az már 15 méter. Nem telik el 3 másodperc, és már len van a ponyvában. Tehát leesik a ponyva. És az zöldséges ponyva leszakad, meg összetör néhány narancsos ládát, meg almás ládát maga alatt, de túléli, nem lesz neki nagyobb baj, a lapockája megüti a szájóval. De mondjuk öngyilkosokat lenni nem számított a zöldséges ponyvájára. És lepereg az élete, még leesik. És nagyon sok ilyen van, hogy még ennél sok alacsonyabbra esik le, akkor is lepereg. És az egész élete úgy, ahogy van, egy ilyen vészmentést csinál. A lelked egy vészmentést csinál, egy utolsó vészmentést. Na itt a vége, Pusser véle, csinál egy vészmentést, amiben tulajdonképpen újra lementi az egészet. Tehát csinál egy másolatot, hogyha valami lenne mégis. Tehát egy utolsó másolatot csinál a lelked, és ez működik. Ezt nagyon sokan elmondják, és nagyon sokan megérték. A tudományban nem hallottam erről nagy visszhangokat. Mondjuk majdnem semmit. Pontosan azért érdekes ez, mert mennél húzósabb az egész, akkor nem mernek róla beszélni, mert mindenki fél, hogy hát én erre bármit mondok, engem úgy lehülyéznek, hogy még a világon se volt olyan, és közben jó gondolataid lehetnek, igen, de az ilyen merev, kőfejű, fafejűek azok nem akarnak változtatni, azok belekapaszkodtak valami, azok fognak kapaszkodni.
és nem tud belőle kijönni. Nem létezik abból, nem lehet kimászni. Egyszerűen nem lehet kimászni. A dogmáid azok erősebben. A gyémánnál is keményebb. Tessék, parancsa. A lélekben hol van a térforrás? A kellős közepében. És a lélekben van egy tudatalatti mag, az a tudatalatti mag, az, hát úgy képzeld el, mint a cseresznyét, ezt mindenki el tudja képzelni. Van egy külső héja, van a húsa a cseresznyének, van benne egy kemény mag, kemény héjú mag, és a mag belsejében van a lényeg, mert ott van az a genetikai anyag, ami a tovább éles életéhez kell, ugye? Tehát leesik a cseresznye a fáról, kicsit ráfújja a szél a földet, vagy valami betapossa a földbe, bocsánat, hogy kopogok, gyűrű kopog rajta, és az a lényeg, hogy gyökere tereszt az a mag, és elkezd fejlődni, és lesz belőle egy cseresznyefa. De most ugyanígy a lelkedben is van egy nagyon erős védett mag, ez a nagyon erős védett mag, ez a tudatalatti, ez az isteni rész. És ebbe az isteni részbe fér be több mint 6000 élet. Tehát van, és ez forog? Minden forog. Egy pusszimó, minden forog. Minden mozog. És az a lényeg az egészben, hogy ez egy nagyon bonyolult, de nagyon bonyolult időtechnikailag is nagyon bonyolult szerkezet. Tehát ebbe a lélekben 1,618-10^23 se izé van, lélekcella van. Egy emberi lélekben. Az nem Avogadro féle szám, mert ez 6×10^23. Tehát ez egy érdekes példa, pontosan, ha észreveszed, akkor pont az aranymetszéssel van kapcsolatban, az 1,618, ugye? De 1,6 is, hát ott megvan ez az aranymetszésben, a fi ott lapul benne, és ez a lényeg, hogy ez a lélekcella rendszer, ez tárolja el azt az információt, amit naponta megélsz, és az feldolgozza, de mindent mindig ment a tudatalattiba, mindig mindent. Tehát azt is eltarolja, amire te azt látod, hogy már nem emlékszel rá. Igen, mert a felső rétegben a húsa, a cseresznye húsa, ahol a napi rendszert intézed, ott semmi, nem találsz már semmi nyomot se, elfelejtetted, kész. Tehát, hogyha itt rögtön a falhoz állítanának, nem tudnák megmondani rá a választ. Hogy mennyi volt a nagynénikét telefonszáma ezelőtt 45 évvel. Nem tud megmondani. És akkor, ha elviszlek téged hipnózisba, és úgy kérdezem meg, precízen mindent tudsz. Tehát ezt a telefonszámot is, vagy mi volt ráírva arra a papírra, vagy... De ezelőtt 100 évvel is úgy emlékeznél, tehát 100 éves vagy, emlékszel rá, hogy kisgyerek koromban az apám azt mondta nekem, és így tovább. Tehát, sőt, még arra az időre is emlékszik a lelked, amikor még pociba voltál. És akkor mit tudom én, anyád, apád azon tanakodott, hogy megtartsanak, vagy ne. És akkor utána, és aztán csodálkozol, hogy milyen bolond vagy felnőttre. Felnőtt korhoz, milyen bolondságaid vannak. Hát persze, hát az életed fölött ott ítélőséget tartott az anyád meg az apád, mert hogy megtartsanak téged, vagy kikapartassanak. Hát az gyilkosság. Hát persze, hogy be vagy gyulladva, mert te hallottad a párbeszédet, meg tudtad, meg minden. És ha visszaviszlek téged arra a pontra, arra az időre, akkor fogsz emlékezni. És nagyon érdekes, mert hogyha visszakérdezed az anyádtól, hogy volt-e ilyen beszélgetés, akkor szó szerint az a beszélgetés volt, amire te emlékszel. Pedig akkor még bent a pociba ott tolmáztál. És te még arra is emlékszel. Tehát hogy van ez az egész? Tehát sokkal többek vagyunk, mint amit hiszünk magunkra. Ez jó, hát nem baj. Hát közben olyanokra is emlékszünk, amire azt gondolják, hogy hát, ez nem biztos nem tudja, de tudja. A tudatalattid olyan dolgokat is tud. Nagyon. Az aranynak miért nincs olyan törlő hatása, mint az orromnak? Aranynak is van törlő hatása. Annak. Aranynak is van. Tehát ő nagy fajsúlyú arany sisakat felvezel, akkor annak van törlő hatása. Minden nehéz filmnek van. Tehát ez nem úgy van az, hogy
hogy külön törvény van erre, meg külön törvény. Nincsenek külön törvény. Csak van, ami rombolóbb, van, ami kevésbé romboló. Az arany az a kevésbé romboló hatású. Tehát ólom az romboló hatású, vagy a higany. Ezek különösen romboló hatásúak. De a wolfram is. Arról nem is beszél senki. De közben a wolfram is. 19, meg 2, annyi a faj súlya, nem is tudom. Nagyon, nagyon nagy. Sokkal nagyobb az aranynál is. És igen, csak 13-6. Az is olyan, azért leteszek eléd egy ilyen literes üveg, ilyen kólás üvegből leteszek eléd egy tele higonnyal, leteszem az asztalra, azt hiszed, le van ragasztva. Meg akarod emelni, és le van ragasztva az asztalra, vagy hát 13 kiló, nem egy kiló, mint amit vársz, hanem 16 kiló, de nem akar jönni. Ilyen. Ez annyira a szokványaim milyenek. Szóval a szokványainkat követjük, de hát nem biztos, hogy haza a megoldás. Tovább kell ennél lépni, és tovább ki kell innen jönni, és csinálni. Van lehetőség, tehát most mit tudom, a háború miatt nagy a feszültség, minden, hát a nők azok már félbolondok. Akik ilyen nagyon szépegők, hú, hát mint a Kylie, annak már a izé is, már a gyönyörű apartman, amiben berakták, mint börtönbe, az is már bepereli még a börtönőrt is, meg mindenkit beperel. Aki csak beperelhet, mindenkit be fog perelni. Most tényleg. Nem elég, hogy iszonyú sok pénzt elsikasztottak, most még akkor ő fenyegetőzi. Hát gyerekek, ez egy bolond világ, azért hogy elgondolkoztam rajta, hogy az a csávó, aki szitával lőtt, vagy 70 embert, vagy 72 gyereket, meg tanárt, meg mindent, tudott a szigeten az a lövöldözős hülye gyerek. A Brady. Igen. Brady. Igen. És beperelt a börtönt, hogy hideg a kávé. És megnyerte. Gyerekek, hát... Egyszer hideg volt. És milliós kártérítést fizettetett magának, mert hideg volt a kávé. Most egy 72-szeres tömeggyilkos, és ennyire kínálják a segét, hát akkor hol az ifára? Hát ez nem érdemel enni, így is iszonyat sok kedvezményt kapott már. De még túlzásban viszi, és lesz olyan ügyvéd, aki át fogja vinni. Átviszi ezeket a rettentően bolond ötleteket. Hát? Igen. A férfiak is születnek gyereket. Igen. Hiszen ott van a Szentírásban, meg tudom mutatni, hogy az atya folyamatosan szüli a fiát. Nem megszülte a fiát, bocsánatot kérek, figyeljetek. Folyamatosan mindig szüli. Most ez mi? Ott van a Szentírás szövegében, meg tudom mutatni, ott van. Atya folyamatosan szüli a fiát. Na de hogy folyamatosan szüli a fiát? Hát a férfiak először is nem tudnak szülni, most már tudnak, mert előtte van megszavazták. Tehát ilyen marhaságokat meg lehet szavazni? Vagy föl lehet egyáltalán vetni, mint problémát? És ez a legnagyobb problémája Európában, amikor már villanyszámlát se tudnak fizetni. A szegényebbek már Németországban se tudnak villanyszámlát fizetni, csak megsorom neked. Németország egy konszolidált helyzetben volt, na de nem mindegy, honnan kezdesz süllyedni. Tudod, nem mindegy, hogy az izébe vagy, a lent a gépházba vagy a hajóba, vagy fönt vagy a kapitányi hídon, mert süllyed a hajó, de te neked még sokáig nem van levegő, ugye még sokáig fönt vagy a víz fölött. Hát ez ugyanerről van szó, de nem mindegy, a német polgár mikortól kezd süllyedni, mert ugye hát a ilyen hollandok meg németek, azok ilyen ötszörös, hétszeres reálbért kerestek hozzánk képest. Ötszörös, hétszeres. Nem viccelek. Ötszörös, hétszeres. Ugyanazért a munkáért. Szó szerint ugyanazért a munkáért ötször, hétszer annyi pénzeket kapnak. A melósok, tehát nem a vezetők, nem, ezek a melósok. Hát onnan persze, hogyha elkezdesz süllyedni, hát akkor talán a reálbér erős volt, de akkor is az van, hogy hát legalább háromszor, négyszer annyi pénzük biztos van, mint neked. Tehát jobban meg tudja engedni magának, amit te nem. Tehát egy szegény munkás ember nem tudja megengedni magának, mert örül, hogyha kaját vesz, meg van hol aludni, meg ki tudja fizetni a víz, meg a gáz, meg a villanyszámláját. Most már a németek se tudják, már ott is nagyon szegényednek el. Tessék, Lancsony!
Én most nemrég hallottam, hogy Magyarországon van már olyan óvoda, ahol bogárporból csinálnak a gyerekeknek ételt. Azt is kell, ezt persze. Hallottam. Persze. Én csak azt szoktam, hogy anyádat etesd elsőnek ezzel. Én ilyen gusztustalan belpesti hülye dumákat nyomok, ugye? Hát azt ilyen ne hülyeskedjetek már. Tehát kukacot etetne a gyerekekkel, a saját gyerekeddel etethetsz én tőlem a kukacot, de bocsánat, az enyémmel ne etessék kukacot. És megszavazták gyerekek. A bogárpornak megvan már az elszáma, megszavazták. Be lehet keverni csokoládéba is. Halljátok, lányok? Nasz-nasi. Igen, bogárpornos nasi lesz, hát igen. Tehát megszavazták, hogy ez élelmiszernek számít. Nincs határ, gyerekek, nincs határ. Ez pontosan ugyanannak a része, minden ugyanannak a része, az, hogy egyre jobban bealázni téged, a bányász béka alá mélyen bealázni téged, még jobban bealázni, na hát ez még, ezt nézd meg, még jobban bealázni. Így működik, tessék csak észrevenni. A végjáték. Ez a végjáték, így működik, igen, lehet látni. És nincs határ. Tehát azt gondolom, hogy ilyet már emberek nem csinálnak, de emberek csinálnak. Nem is emberek igazán, de csinálnak. És a végjáték ez egyre rosszabb lesz. De most itt téged mindenfélével etetnek, de a valóságot azért nem árt tudni. Azt hittem, hogy valamit kérdezel. Csak gondolkodok. Ez így csináltam, mint a tekerni valamit. Tekernek a gondolkodok. Mit forgatsz a fejedbe? Ugye milyen érdekes mondás? Törlöm ezeket a gondolatokat a léterből. Törlöd? Ki nem mondjál ilyet, persze. Ki nem mond, ki nem mond. Na jó, hát a helyzet az, hogy ezek a valóság jön szembe, és az nagyon, nagyon kőkemény. Én szeretném, hogyha egy béke lenne, meg szeretet lenne, nagyon szeretném. De sajnos egyre rosszabb a helyzet, Európában is egyre rosszabb, és minthogyha most a bolondok átvették a kormányrudat mindenhol. Ó, gyerekek! Ó! Tehát én már itt láttam ennek egy ilyen előjátékát, majd Magyarországon is volt ilyen női belügyminiszterünk, hol Úristen. Szóval, és ez így fog folytatódni. Nem a nők ellen van szó. A nők nem valók, katonának se valók, meg miniszternek se, belügyminiszternek se, meg hadügyminiszternek végleg nem. Szóval a német hadügyminiszter mit szólt, hogy na háborúba állunk is. Ilyen nagy arc. De nem gondolja végig a mondatait, tehát egy miniszter kimond ilyet, az már olyan, mint egy hadüzenet. Teljesen abnormális, komolyan mondom, totális abnormális. Tehát ő annyira hatalmon van, mint a Kylie. Tehát annyira hatalmon van, hát ő Európa-Unióban nagy fővezető volt, ugye, és nagyon be van képzelve is. Tele van milliárdokkal, úgy könnyű, tudod, hogy nincs probléma, megveszem azt a szigetet neked. Szóval úgy könnyű, de és jön, veszek rá neked szállodát. Jön, mit vegyek rá neked? Delfineket, vagy mi? Szóval azt mond, amit akar, és azt meg tudja valósítani, mert annyi a lóvé. Jó, hát a te lóvéd, azt hozzá kell tenni. Ez a te lóvéd, csak úgy csinál, mint az övé lenne, és úgyis hadra, úgyis rendelkezik fel. Nagyon veszélyes gyerekek. A bolondok hajója már Európai Unió, már a bolondok hajója. Jó lehet látni. És hát azt én azt láttam, és nézd meg a Nostradamus jóslatát erről, csak érdemes megnézni. Nostradamus jóslatát, hogy ki fog itt Európában, Nyugat-Európában is ki fog törni a balért. Tehát most még csak ilyen provokációk vannak, de lehet ki fog törni a balért. És ugye ezek a telefontávirányításos figurák ott kavarnak mindenhol. Eljátszák neked a hülyét, meg amit tudom, de közben a legdrágább mobiltelefon ott van a kezükben már. Távirányítják róla. Ide mennyi, oda mennyi, és távirányítják. És te meg itt szépelegsz, meg jaj, hát ezek ilyen rendes, csinos fiúk, meg hát ez megy a szépelgés a nők részéről is, ugye. Pláne hát ugye az impotens országokból sok az impotens, meg pláne ezek, ezek ilyen legények, ezek nem úgy mennek, mint az itteniek. Nézd meg, hogy megy. Igen. És a hölgyeknek ez még akár izgató is lehet, tehát egészen addig még fejben nem lövik. Tudod,
Az egy rossz szeretkezés lesz, ha a végén fejbelőnek. Csak úgy mondanám, hogy ezek mind nagy veszélyek, amik itt fenyegetik Európát. Egyre jobban. Egyre jobban. És hát azt látom, hogy nincs rendben. Egy csomó minden nincs rendben. Mintha bolondok hajója lenne. Kellene egy kicsit már gondolkozni. Nem bántani, én senkit nem akarok bántani, én csak szeretem a békét, a nyugalmat, az okosságot, a tanulást. De háborúban nem lehet tanulni. Amikor fejed fölött sűvítenek a skulók, akkor te nem nagyon tudsz tanulni. Tehát akkor lehet, hogy van kaland a fiatal embereknek, mert a háború elején még a férfiak be vannak indulva. De most a ilyen összes játék miről szólt? Leölni, lelőni, lecsapni, lekordozni. Szóval valami halált osztani nagyon. Összes játék erről szól. Szinte minden játék már erről szól. És most már a nők is nagyon harcolnak bennek. Hú, és akkor majd golyószorban rohangálnak is, akkor oda megy a kis 45 kilós nő a tüzéhez, a valóság filmekben, hogy oda megy a 45 kilós csai, meglegyint egy ilyen 120 kilós nagy débírkozó pajtot, meg 6-ot bufetszedik. Hát, jó, van, ez filmben, meg lehet csinálni kaszkadőrökkel, de próbáld ki a valóságban. Az nagyon, 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 ezért lesz, nagyon furcsa dolgok, kimenetelek lesznek. És ez beleillik magukat, hogy ez így megy. Beleillik magukat. Elhiszik. Elhiszik, hogy ők mindenkinek erősebbek, így meglöki, hanyat esik a dibirkózó, és így egy ujjal meglök, és hanyat esik. Mert ő olyan erős, hogy egy ujjal is fel tudja lökni. Hát, bajok lesznek ebből még, na. Tehát itt Európában be vannak nagyon kényelmesedve, ugye a polcról levesszük a kézkaját, be van kényelmesedve már. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy tudod, hogy aztán már hány csirkének vágtad el a nyakát? Mert ha mondjuk ilyen nagy balhé van, egy háború van, és már nem ettél egy hete, és ott egy csirke, akkor el tudod vágni a nyakát? Meg tudod pucolni a tollától? Ki tudod belezni? Vagy életedben még soha ilyet nem csináltál, és nem is akarsz, ezt csinálod. Leveszed a polcról, de lehet, hogy az ugyanolyan, csak nem tudod, hogy az, nem tudod, hogy mind ment keresztül. Ott van a lényeg, hogy mi van a párizsiban rovar. Ugye majd lesz benne, ne félj. Lesz. Most már szabad beletenni? Ó, már minden. És a megy az alázás egyre jobban, egyre jobban. Még a fiamnak megmutattam, voltunk Horvátországban, és ott még párizsinak párizsi illata volt, tényleg. Ilyen jó illata volt. Itt már nálunk szója már kész, már nem jó. Szója a nőérkének, hogy becsináltam. Szóval, de ott még nagyon jó illat volt, most szabott meg, most kóstolt meg, mert ez még olyan a párizsi, már 5 év múlva itt se lesz olyan, most kóstolt meg, mert ez még olyan. Mert hogy nosztalgiáztam rá, hogy már jó lenne egy jó párizsit enni, de nem volt, és ott olyan jó volt a párizsi még. Tehát ott még nem tettek bele annyi szóját, nem, de még íze jó volt. Igen, 20 éve. 20 éve, igen, de lehet, hogy már nem így van. Mert már ott is csak szójával van kitömve, és aztán most már rovarral lesz kitömve, és te meg egyed a csótányt, ugye, mert most még csak ezt meg azt a bogarat nyilvánították ehetővé, de aztán végén az összeset. Mindent, a csótányt fogod enni, persze. Ezért kell még jobban bealázni, még jobban bealázni, ez erre kell figyelni. És bizony a hatalom ezen dolgozik, tessék már csak. Áttérhatalom. Tehát és ezeket nem veszik észre az emberek, sodrodnak befelé az árral, de nem veszik észre, hogy mik történnek körülöttük. De azért mondtam, ki fog törni, a Nostradamus szerint kitör Európában is a háború, még a tábornokokat is megnevezi név szerint, hogy kik lesznek, hogy holland tábornok, meg ilyen tábornok, meg olyan tábornok. Hát most már a belgák is ébredeznek, mert mondjuk a nem véletlenül kezdték el felszámolni ezeket a vesztegetéseket. Ébredeznek. Mert eddig hagyták. Hát miért hagyták? Hát tudtak róla. Mindenki tudott róla. Jött a futballvilágbajnokság. Aram nem nyerhet. Aram nem nyerhet. Kész. És kész. Ugyanilyen. És mindennek megvan a már forgatókönyve, és akkor ez nem nyerhet, az nem nyerhet. És
És így működik minden. Minden így működik a világban, csak ugye ezt kéne mond. Mert ki mered mondani, akkor neked véged van. Ki nem mond. Ilyet, ha kimondasz, már bajba kerülsz. És ki nem mond. Mert nem szabad kimondani. Tehát a baj fokozódik Európában, ez látszik. Itt még viszonylag jó a helyzet. De tényleg viszonylag jó a helyzet még. Tehát lassabban merül a hajónak ez a része. De nyugaton már nagyon merül. Csak ott ilyen magasabbról indul. De gyorsabban merül az a része, hogy azok a hajók gyorsabban merülnek. És nagyon, nagyon nagy problémák vannak már Európában, mert kivették a hatalmat Európa kezéből már. Nincsen az államoknak hatalma. Valaki irányítja őket spárgával. És ez nagyon nagy baj. Tehát amikor elveszted a ténylegesen az autonómiádat, akkor van probléma. Tehát most már alig van. Tehát úgy rángatják a pénzügyi spárgákat, hogy te mindenképpen menjél a lecsóba. Tessék, Marcsony. 4 perc van. Van-e még valamilyen kérdésetek esetleg, nem politikai, más is, ami van. Nem lettek ilyen passzívak. Tehát, parancsolj. A színeknek van-e jelentőségük, hogy milyen szín teszek például ruhámra, vagy milyen színben nézek esetleg vele? Abszolút. Abszolút van jelentősége a környezetedre nézve is, meg rád nézve is. Tehát az aurát színéhez passzol, vagy nem passzol. Mert van a színe, az embereknek színes az aurája, és hogy passzol vagy nem passzol. Vagy még az is, hogy milyen gombolása van. Azt hiszem, hogy tök nem mindegy, hogy egy gombot erre gombolok, vagy arra. Te megnézed, az én közakom így gombolódik. Tehát erre fele gombolódik, a lányok meg a kosztum kabátja meg amarra gombolódik. Nem véletlen, mert az aurán forog. És ez gátolja a forgást, tehát rontja az egészségi állapotodat, az megjavítja. Tehát a transvestita hamarabb fog meghalni, mert nagyon a női ruhában rohangál és ilyen drag queen, de ettől kezdve meg lesz a baj. Mert hogy nem veszi észre, csak elkezd leromlani az egész szervezete, mert energiát veszít, a másik meg energiát termel. A szín is ugyanilyen. És a jelölő színek is ilyenek. Tehát a csecsemők régen egy fiú mindig kék ruhában volt. Akár a szegényeknek is kék ruha kellett. Tehát ilyen világos kék volt a fiúknak a jelölő szín, és rózsaszín volt, nem piros, hanem rózsaszín volt a lányoknak a jelölő színe. És ez a jelölő szín, ez mit jelentett az utcán? Sose kérdezték meg, hogy kisfiú vagy kislány. Hanem azt mondták, hogy jaj, de szép kislány, vagy jaj, de szép kisfiú. Mert a ruhájának a színéről tudni lehetett, hogy ő egy kis csecsemő, még nem lényeges a neme annyira, de azért én emlékszem rá, hogy még ilyen mély kocsiba tolt az anyám, és én emlékszem rá, hogy nagyon haragudtam, amikor azt képzelték, hogy én kislány vagyok. Tehát nagyon haragudtam, de még ilyen nagy babakocsiba tologatott az anyám a játszótérre. Még nem játszottam, csak ott ilyen izé volt a teteje, kocsinnak ilyen, volt ilyen rolostortart, emlékeztek arra, ilyen roló volt rajta, amikor a teteje, az ilyen ceruzatartó, tóltartó volt. És ugyanolyan volt a babakocsinnak a teteje, emlékszem rá. És egy építészmérnök beszélgetett az anyámmal, emlékszem rá, és mondta, hogy ebből nagy építész lesz a gyerekben, mert ilyen építőkockából ilyen kis tornyokat építgettem. A babakocsinak azon a redőnyén. Rakosgattam, játszogattam. Tehát még arra is emlékszem, nem lettem még egy éves. És emlékszem rá. Egész ilyet. A nagyanyámnak elmondtam, hogy mikre emlékszem, nem hitt el. Tehát ő elmondta, és emlékeztem rá. Nem baj, hogyha jó dolgokra emlékszünk, hát igyekezzünk úgy intézni a világot és a sorsunkat, hogy jó dologra emlékezhessünk. És itt Európában nagyon kell ezen igyekezni, mert egyrészt rosszabbodik a helyzet. Úgyhogy igyekezzetek a jó dolgokra emlékezni. És jó dolgokat csinálni, hogy legyen mire emlékezni. Parancsolj, kedves táboranyag! Csak ezt akarom mondani, hogy megint ugye itt lesz a adó felajánlás, az 1%-os felajánlás. És hát köszönjük az eddig felajánlottakat is.
mert így meg tudjuk szervezni a ezévi tábort, és mert átutalták nekünk az 1%-ot, és a jövőben is továbbra is várjuk és köszönjük. 0640 az a technikai szám, amire fel lehet ajánlani. Igen, ez az Univerzum Egyházának volt a technikai száma, amit visszakaptunk most. És ide az 1%-ot föl lehet ajánlani. És most a hivatalos név az Istentan Vallási Egyesület. Istentan Vallási Egyesület, így fogod megtalálni. Ez nagyon lényeges. 0640. És ide, itt nem csak gyereknyaraltatásra használjuk, tehát táboroztatásra használjuk szegény gyerekeknek, hanem még ezen túl nagyon sok, ugye ott szoktunk nagyon jó összejöveteleket csinálni, ilyen lelkész továbbképzőnk van, és így tovább, mert ez az Univerzum Egyháza még mindig megvan. Azt mondta a minisztérium, még használhatjuk ezt a nevet is, mert felhívtam a figyelmet, és mi lesz mostantól kezdve, egyesületi temetés? Vagy egyesületi esküvő lesz, mert ugye elvették az egyházi státuszunkat. És akkor azt mondják, hogy nem, hát használhatjátok az Univerzum Egyháza nevet, úgyhogy használjuk is, köszönjük szépen. És visszakaptuk már a technikai számunkat, most már vallási egyesületnek sorodtak be, tehát valamennyire az egyházak perifériára raktak minket már, de hát valójában hát mi egy több mint 6000 éves egyház vagyunk, gyerekek. Ez azért eléggé régi történelmi egyház. És szeretném azt, hogy ez a tudás, amiket én elmondok itt ilyen viccelődve, meg minden, direkt mondom így el, mert hogy én szeretném, hogy a fiatalok is megkedveljék, értsék, belegondoljanak, tovább gondolják, stb. Nem magamnak csinálom, nektek. Ezért mondtam, hogy a Twitter letiltott, nem engem tiltott le, hanem a tudást tiltotta le. Mert én nem mondtam semmi olyat. Itt nem szoktam ilyen senkit szídni. Volna rá okom, de akkor sem. Mert én lelkész vagyok, és nem ítélnek. Majd, amikor elmentem innen, akkor majd igen. Köszönöm szépen a figyelmeteket.